műsor kiemelt támogatója a Marosvásárhelyi Toyota. A vendéged leszek, s te a vendégem. Lássuk, ki fogad most engem. Jó napot, megjöttem. Jó napot, megjöttem. Deák Árpád történészt Erdélyszerte nagyon sokan úgy emlegetik, mint a nagyutazós pedagógust, de ismerik közvetlenségét, sziporkázó beszédstílusát, kifinomult humorát. Mindezek a tulajdonságai igen hamar, már első beszélgetésünkkor nyilvánvalóvá váltak számomra is. Mondhatnám, pár perc után úgy egyeztettünk, mintha hosszú évek óta ismernénk egymást. Színes egyénisége telefonon keresztül is világosan kirajzolódott, pedig nem is volt alkalmunk elmélyülni történeteiben, a gyerekkorról, a pedagógusi pályafutásról, világkörüli utazásokról szóló igaz meséiben. Mindezt már a személyes találkozásunkra hagytuk, minek így a legelején csupán egy félelmem van. Vajon elegendő lesz egy pár óra arra, hogy megismerjük a sokoldalú megunhatatlan Deák Árpádot? Egy kicsit meséljen így az otthonáról, mert ha jól tudom, voltak hullámvölgyek az elmúlt évtizedekben. Hát igen, voltak. Hát először is ez egy családi ház volt, nagyapám építette a gyerekeinek, mert 7 gyereke volt, és azt remélte, hogy itt fog lakni az egész pereputy. De aztán egy darabig itt is laktak egész 44-ig, de aztán 44-ben a háborúban szétoszlott a család, és maradtunk itt az udvaron csak 4 kisebb család, és a többiek lakók voltak. 44-ben mi is menekültünk, mi jött a front, és menekültünk Budapestre, ott voltunk vagy egy fél évet, és akkor fél év után a család egy része ott is maradt, de apám örökölte nagyapámtól az asztalos műhelyt, egy elég szép műhely volt, szép német gépekkel nemrég szerelték be, és ő azt mondta, hogy haza kell jöjjön, mert a műhely hát itt van. És akkor mi hazajöttünk, és még vagy 2 család, és így aztán kevesebben maradtunk itt az udvaron, és a végén ezek is, akik itt maradtak, azok is kimentek Magyarországra, és aztán így itt én maradtam magnak itt az úgynevezett Deákházba. 90 után én egyedül maradtam a lakásba, és egyszer kaptam egy felszólítást, hogy adjam át a lakást a Városházának, mert államosított lakás, és adnak helyette egy garzont, egy valami negyedbe. Hát persze nem szoktam ilyenkor megijedni, szóval nem szoktam stresszelni ilyenkor, de valahogyan, hogy mondjam, nyugodtan fogadtam ezt a hírt, de ebből aztán nemzetközi, nem botrány, de visszhangja lett az egésznek. És aztán utána, 30 évi pereskedés után, éppen most kapjuk végül a kárpotlást Bukarestből. Milyen érzés egy olyan lakásba élni így a nyugdíjas éveket, ahol az ember a gyerekkorát is töltötte? Milyen legkedvesebb emlékre emlékszik? Nagyon jó érzés. Hát nagyon szép gyerekkorom volt, és itt volt az udvar, a sok család, a nagymamák, mindenki itt volt az udvaron, nagynénik, és úgy látszik, nagyon jó gyerek voltam, mert úgy hívtak kiskorom, hogy az angyalka. Hmm. És egyszer megérkezett az udvarra egy platina szőke, nagyon elegáns, szép nő, a Marilyn Monroe típus, és keresett különböző családokat. Hát persze a gyerekek a udvaron senkit nem ismertek, és akkor kérdezte, hogy ki a házigazda. Hát persze az sincs, mert az állama volt a házigazda, és akkor eszébe jutott az én család nevem, a Deákék, mert hát ő volt a házi úr. Na, és akkor beküdték ide a nőt,
Hát kiderült, hogy a Mayer leány volt, akik fent az emeleten laktak, és innen vitték el őket Auschwitzba. És én éppen akkor jöttem haza a munkából, és itt ültek a külső szobába, és mondja anyám, hogy na gyere, mutatkozz be a hölgynek, hogy... És én bemutatkozom, és egyszer megszólal ez a Mayer leány, hogy tán nem maga az angyalka, mert most is látom, hogy itt állt a két szoba között, és mondta azt a verset, hogy tán csak ló az Isten lótát, hogy felvitte a Kent dolgát. Ez a gyerekkori anyalka, hogy szereted bele a történelembe? Hát mindig nagyon szerettem, de úgy szerettem bele, hogy első osztályban a református kollégiumban jártam még 47-ben, és 47 nyarán volt a tanügyi törvény, vagy reform, hogy úgy mondjam, megszűntek a egyházi iskolák, és jött a rendelet, hogy mindenki a lakásához legközelebbi iskolába kell járjon. És akkor kerültem ide a Szomszéd utcába, egy magyar elemi iskolába, és miután a 4 osztályt elvégeztem, az 5. jött egy fiatal, akkor végzett történelem tanárnő, aki mindenkinek a kedvence volt, szép volt, fiatal, okos, a Bitai Illike, és az olyan szépen mesélte az ókor történelmét, én akkor szerettem bele a történelembe, de nem csak én, hanem még az osztályban 3-an, mert mind a 4-en történelem szakot végeztünk az Illike miatt. Észak-Erdélybe, akkor itt épült egy iskola, és ott volt a magyarok bejövetele kép, és ez volt a magyar hadsereg központja. 200 méter múlva, fordulj balra! Azt 45 után lett szovjet laktanya, aztán szakiskola, aztán a végén a szekuritát és a rendőrség van most benne. Szeret utazni. Hát az nagyon... Mindenki úgy ismeri, hogy a nagy utazós Deák Árpád. Hát nem csak utazni, hanem utazást Tatni? Szervezni. Utaztatni. Utazást. Na de most kezdjük az utazással. Hogy indult ez az utazás? Hát az úgy indult, hogy a átkos kommunista rendszerbe csak a szocialista országokba lehetett utazni, de én ahogy elkezdtem dolgozni, egy havi fizetésért elmehettem 2 hétre a Szovjetunióba, tehát nagyon olcsók voltak a kirándulások. Az állami egyetlen turisztikai iroda volt, és azokkal, ahova lehetett, mentünk. Utána lehetett menni egyénileg is, akkor de úgy, hogy be kellett itt fizetni, mondtam tudom én, 3 napot Prágába és 5 napot Németországba. 90 után, hát persze minden megváltozott, lehetett menni nyugatra, és akkor én kezdtem befizetni különböző utakra, és először csak egyedül, vagy szóval csoportosan mentem én is turistaként különböző országokba, de ugyanakkor a gyerekeket is valahogy kellett mozgatni, miután már voltam egyszer Isztambulba, először Isztambulba vittem gyerekcsoportot. Aztán Görögországba, mint turista kísérő csupán, de mikor látta a turista cég vezető nője, hogy én több görög mitoszt tudok, mint az ottani idegen vezető, és jobban tudom magyarázni a gyerekeknek, akkor azt mondta, hogy többet nem ad idegen vezetőt, hanem vezessem én a csoportot. És így aztán kezdtem tanulgatni a különböző országokat. Először csak mindig oda vezettem csoportot, ahol már én jártam egyszer, ahol valaki már bemutatott valamiket. De aztán bizony volt olyan ország is, ahol soha nem jártam, és mégis vezettem, de olyan magabiztosan, hogy senki nem hitte, hogy életemben soha nem jártam arra. Ez azt jelenti, hogy nagyon fel kell készülni. Szerencsére, hát nem úti könyvekből is, de most az internet segítségével mindent meg lehet tanulni, ki lehet számolni, hogy
hány méterre van, hol kell betérni jobbra, hol kell betérni balra, és én az egész kirándulást a fejembe meg összeraktam. Tanár úr, de hogy van energiája arra, hogy még elvigyen magával 30-40-50 embert, mert ha jól tudom, egészen 100-150 fő az, aki aktívan jár a tanár úrral kirándulni. Igen, ők hogy szinte követelik, hogy na, hova megyünk jövőre? Még haza se jöttünk a kirándulásról, jövőre hova megyünk? Hát mondom, várjál, még csak nyár van, hát majd ősszel leülök és elgondolkodunk, hogy hova kéne szervezni egy újabb utat. Hát 26 országban vezettem, csak az északi országok maradtak ki, Norvégia, Svédország, Dánia és Finnország. Mit ad a tanár úrnak az utazás? Mi az, amiért az évek alatt egyfajta droggá vált? Az pontosan jó megfogalmazás. Valóban alig várom, hogy menjünk. De azért, hogy azt, amit én tudok és megtanultam és már láttam, azt másnak is tudjam bemutatni. Tehát inkább ez az átadás vágya hajt engem, hogy annyi mindent olvastam és tanultam és bemagoltam, és mert én nem olvasom a papírról, hanem este a szállodában még átnézem a másnapi dolgokat, és akkor szabadon beszélek a buszban vagy az utcán, és mindig kérdezik, hogy nem olvassa? Nem olvassam, mert bemagoltam, vagy megtanultam. És ez viszont segít az agyműködésnek is, hogy állandóan kell tanulni. És a mai napig is új dolgokat kell tanuljak, ahol még nem jártam. De vannak kedvenc helyek? Vannak. Ha amikor telefonon beszéltünk, azt mondta, amikor azt mondtam, hogy bárhol elmegyünk, tanár úr azt mondta, hogy akkor Isztambulba kell megtartsuk. Hát az az igazság, hogy a kedvenc városom az Isztambul, de ugyanolyan Bécs is, mondjuk ami közelebb van. A legjobban persze Magyarországot és Budapestet ismerem, de Ausztriát is. Sétatéren volt egy nagy leányiskola, ez egy állami iskola volt, és akkor 19-ben, amikor Romániához került Erdély, akkor abból lett a Regina Maria román iskola, és akkor azok a tanárok, akik onnan kikerültek, nagyjából azok kerültek be ide a Református Kollégium leányiskolájában tanítani. De még akkor nem volt épület, hanem a leányok ebbe a zöld épületbe jártak délután. Délelőtt jártak a fiúk, és délután a leányok. És megérkeztünk tanárul a sétatérről a Farkas utcába, mert azt mondta, hogy az életében egy fontos szerepet játszik a Farkas utca, és akkor most hallgatjuk, hogy miért is vagyunk hát mi a Farkas utcában. Először is az első osztályt itt kezdtem a Református Kollégiumba, ez 47-48-ban volt. 48-ban volt a tanügyi reform, megszűnt a református iskola, mint református iskola lenni, és állami iskola lett, de minket már nem engedtek ide járni, mert az volt a szabály, hogy mindenki a lakásához vagy a házához közeli, legközelebbi iskolába kell járjon. És így aztán kerültem egy kisebb elemi iskolában. A másik, ami köt ehhez az utcához, hogy a másodéve, amikor egyesítették a Bávest és a Bolyai Egyetemet, akkor a Történelmi Fakultás itt van a Farkas utcában, a központi épület első emeletén, és ide jártam 4 évet az egyetemre. A másik, ami köt a Farkas utcai templom, amiben többször tartottam gyerekeknek órát, hogyha a reneszánszról volt szó, vagy vallástörténetet tanítottam, akkor ide hoztam be őket. De ugyanakkor nagyon sokat beszéltem a turistáknak is erről a templomról, amely az Erdélyi Református Egyház egyes számú vezető temploma. Mit is jelent a tanár úrnak a tanítás? Hát a tanítás, először is nagyon szerettem tanítani, és pontos voltam a tanításban, a gyerekek sokszor
fel voltak háborodva, hogy becsengettek, és én ott álltam az ajtóban, mert már mentem be, alig vártam, hogy bemenjek tanítani. Pláne, hogyha párhuzamos osztályban ugyanazt a leckét kétszer kellett tanítani, akkor én magamba versenyeztem, hogy most a második előadás az hogy fog sikerülni. Igen. Mindig jobban sikerült, mint az első. Tehát amit tanultam az elsőnek a hibáiból, és nem mondtam meg soha, tehát nem mentem fásultan, fáradtan, hanem minden reggel lelkesen mentem az iskolába, és mindig a gyerekek kérdezték, hogy ilyen korán reggel mitől van ez a nagy happy érzés. De tényleg úgy éreztem, nem volt ez megjátszás, hanem úgy éreztem, hogy én szeretek tanítani, és ezt a gyerekek látták is, és érzik is, és ezt értékelték is. Egyszer például a második világháborút magyaráztam egy tanítóképzős osztálynak, hát az millió frontja volt a második világháborúnak, és én mindegy ilyen hókusz-pókusz mester, ottan magyaráztam a térképen a keleti front, távol-kelet, afrikas, szovjet front, mit tudom én, és akkor kecsengettek, elérkeztem a végére, hogy a szovjetek feltűzték a Reichstagra a szovjet zászlót. Uh-huh. És akkor csengettek, és letettem a krétát, és mentem ki. A gyerekek elkezdtek tapsolni. Ugye a tanár úrnak sok diákja utólag nyilatkozott, hogy nagyon szerették a tanár urat, és nagyon sokat köszönhetnek neki, de nagyon sok idő volt, míg felvették a ritmust, míg hozzászoktak a humorához és a stílusához. Ez mit jelentett pontosan? Hát ők most, én akkor nem vettem ezt észre, és akkor nem mertek mondjuk visszavágni szóban, de most, hogy találkozunk 20-30 év múlva, azt mondják, hogy sokat szívattam őket. Én soha nem mondtam, hogy jaj, fiam, hülye vagy, vagy igen, nem tudsz, igen, vagy valami, hanem hagytam, hogy ő magától jöjjön rá, hogy milyen hülye. Vagy hogyha nem tud. A másik pedig, hogy a minden rögtönzésnél, vagy ellenőrző dolgozatnál, vagy dolgozatnál, évharmadi dolgozatnál, én következő órán biztos, hogy vittem kijavítva a dolgozatokat, sűrű-sűrű pirossal kijavítva minden vetszőt és minden helyesírási hibát, és utána megmagyaráztam, hogy miért nem tízes. Tehát ha nem tízes, vagy miért ötös, vagy valami. És ezt egy pirossal én egy kicsit olyan gúnyos hangnembe, de megírtam neki, hogy ne legyen reklamáció, hogy miért csak. És akkor volt, aki jött, és ne csapott az asztal, hogy neki miért nem tízes, miért csak kilences. És ez volt egyszer-kétszer, és gondoltam, no, most ezentúl mindenkinek ráírom, mert időm van, és ezt szerettem is csinálni, mondjuk ez egy kicsit olyan, hogy mondjam, kekeckedés a gyerekkel, hogy akkor én ráírom részletesen, hogy miért, mi a hiba. Uh-huh. Az másik pedig, hogy a minden gyereknek a képességei szerint követeltem a tananyagot. Uh-huh. Mikor dolgozatot írtunk, én csináltam 4 feladatot, 4 témát, uh-huh, és én mikor osztottam ki a gyerekeknek a cédulát, én tudtam, hogy melyiknek adom a nehezebbet, és melyiknek, ők nem tudták pontosan, hogy is van, és akkor aki gyengébb volt, annak könnyebbet adtam, aki tudtam, hogy értelmes, és van mit kitől követelni, annak nehezebbet adtam, és akkor az egyik, a nagyon értelmes, aki most az egyetemen tanít, egy lány, azt mondja, hogy tanár úr, hogy lehetett ilyen kacifántisan, vagy ilyen ördögi módon megfogalmazni a kérdést. De hát úgy volt megfogalmazva, hogy az tegye oda az agyát, igen, hogy igen, válaszoljon, igen, arra a kérdésre. Tanár úr, itt sétáltunk a Farkas utcában, voltunk a sétatéren, minden épületről mond valamit, sőt, ahogy autóval is jöttünk, folyamatosan rámutatott egy-egy épületre, mesélt az utcákról minden. Úgy érzem magam pont, mint egy ilyen városvezető túrán, meg is beszéltük, hogy nem is akár milyen városvezető túrákat tartott a tanár úr. Tehát ez is az életéhez tartozott. Hát az igaz, hogy tartozott. Először a magyarországi csoportokat vezettem, 70-től vagyok idegenvezető, tehát már 50 éve. A 70-ben volt az az idő Magyarországon, amikor az anyaországiak felfedezték Erdélyt. És kezdtek jönni. Ezt nagyon szerettem csinálni. Volt is egy periódus, amikor nem tanítottam, mert éppen tüdőbeteg lettem. Tényleg tüdőbeteg lettem. És 3 évig
beteg nyugdíjban voltam. Hát anyám nagy szomorúságára, hogy 30 évesen beteg nyugdíjba kerültem, de nem a nagy betegségért, mert aránylag azzal mehettem volna már dolgozni, de mivel idegenvezető lettem, hát kihasználtam a lehetőséget, és nem mentem vissza az ingázásra, ahol mi elég fárasztó és nehéz ingázás volt. És így lettem aztán idegenvezető, hogy a szabad időmben, hát elvégeztem egy ilyen tanfolyamot, és lettem idegenvezető. Talán úr, ha már itt vagyunk, akkor nem hagyhatjuk ki az Apáczai Csere János Líceum udvarát se. Igen, meg hát kell nézzük az nekem az zipletet. Nagyon kedves. 90-ben kerültem az Apáczai Líceumba. Nagyon örvendek, hogy ide kerültem. Mehettem volna a Brassai Sámuelbe, vagy a Bátoriba, de ez nagyon jó volt. És akkor itten az utolsó munkásságom, utolsó 14 évét itt töltöttem, 12 évet, mint hivatalosan, utána nyugdíjaztak, és utána még 3 évet. 2 évet én kérvényeztem még, hogy taníthassak, utána elmentem kirándulni, és a harmadik alkalommal az iskola szülői bizottsága kérte a tanfelügyeléséget, hogy még egy évet engedjék, hogy tanítsak, és akkor még, tehát még 3 évet tanítottam a nyugdíjazás után. Menjünk, nézzük meg! Menjünk, tessék! Érdekes, hogy már 90-ben, mikor rögtön a forradalom után az iskola elhatározta, hogy Apáczai Csere János nevet fogja felvenni. Hát persze nem engedték az első időkben. 3 évig kellett várni, amíg végül megjött az engedély. 2 éve ünnepelték a 100 éves évfordulót, mert 19-ben létesült a Református Leány Gimnázium, de az épület csak 26-ra készült el. Ez volt az első osztályom 90-től 94-ig. Na, aztán vannak az 50-es évekből, 60-as évekből is, mikor Leány középiskola volt. De annak is megvolt a varázsa, hogy ez volt a Leány Liceum, az volt a Fiú Liceum, és mi ide jöttünk tánciskolába. 59-től már vegyes tanítás volt. Úgy kerültek hozzánk is a lányok, és ide a fiúk. Tanár úr, így képzelte el a nyugdíjas éveket? Így képzeltem el, mert már megvolt a... Tehát megvolt az út, hogy mit fogok járni tovább, mert én az iskola mellett is vezettem a csoportokat a vakációba, és szerveztem a kirándulásokat, de utána, amikor nyugdíjas lettem, akkor teljes gőzzel be tudtam magamat dobni ebbe a munkába, és hát 10 évig nagyon sokat utaztam is. Aztán most, ahogy az ember telnek az évek, és egyre, nem mondom, hogy gyengébb lesz, de se nem, hogy belefásul, hanem mondjuk már nehezebben mozog úgy, most már kevesebbet, de hajt a csoport, akikkel járok, hogy menjünk, és még szervezzünk, és nehogy ne menjünk ide, vagy ne menjünk oda, és én, ha nem is nagyon akarom, még belevágok az újabb kalandokba, és utazgatunk, ahova lehet. Ahova most engednek ezekkel a körülményekkel. Ez így van. Megvalósítandó tervek? Na hát már nagy terveim már nincsenek. Hát még jönnek az északi országok. Nem tudom. Én mindig a déli országokat szerettem, ahol napfény van. Nagyon szeretem a tengert, a vizet, a fürdést, a napozást. Inkább megyek Tunéziába, vagy Törökországba, vagy Görögországba. Az északi a hideg tartományok nem állnak közel hozzám. Inkább a mediterrán országok. Na de akkor van még olyan mediterrán ország, ahova még el kell menni? Olyan nincsen. Nem. Olyan nincs? Máltától elkezdve minden mediterrán országban voltam, és egyedül Algériában nem voltam, mert ottan... Nem, hát oda nem járnak turisták Algériába. Marokkóban. Még ki kell várni, Marokkóban, igen. Hát attól függ, hogy a politikai helyzet hogy alakul. Tunéziában ott már többször voltam, és körbe ugye a földközi tengeren, hát Egyiptom, Izrael, na hát
még Szíriában most éppen nem kívánkozom. Na. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy minden álma és úti célja az teljesült. Na, hát nem éppen, de majdnem, igen. Van még olyan, amit meg kell csinálni, vagy olyan, már olyan van, amit eleresztettünk? Olyan, hogy meg kell, olyan nincsen. Olyan nincsen. Nincs. És amit meg szeretne? Hát, ha valaki elvinne úgy, mit tudom én, mint luxus turista egy, mit tudom én, Thaiföldre, vagy a Karib-tengereken körbehajózni, oda elmennék, de semmi felelősség nélkül, csak mint kényelmes turista. Úgy még lehet, hogy elmegyek egyszer. Majd mikor idősebb leszek, és már nem fogom már tudni. Már nem lesz fiatal. Igen, nem leszek fiatal, és nem tudom vezetni a csoportokat, akkor hagyom magam vezetni. Köszönöm szépen, tanár úr. Remélem, hogy találkozunk még. Kiemelt támogatója a Marosvásárhelyi Toyota.